Az 1930-as években Sejen János vegyész belgyógyász sokat foglalkozott a stressz fogalmával. Elmélete Amerikában és Kanadában nem csak a főiskolákon és egyetemeken, hanem még a középiskolák jelentős részében is tananyag. Felismerte, hogy előnyünkre fordíthatjuk azt, amit először kihívásként éltünk meg. A stressz az élet súlya, az ellentéte pedig a halál. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a stressz az egy rossz dolog lenne, hiszen ha nincsen stressz, az azt jelenti, hogy nem érnek bennünket ingerek. Amire igazából figyelni kell, és amire ő felhívta a figyelmet, hogyha nagyon elhúzódnak a megterhelések, és arra nem tudunk megfelelően reagálni, nincsen erőnk hozzá, kifáradunk, kimerülünk, akkor egy olyan fázisba tudunk belépni, ami viszont már nagyon sok hátránnyal is járhat. Jöntek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus szerint, ha az ember egy nehéz élethelyzetet meg tud oldani, akkor győztesként kerülhet ki belőle, erősödni fog az önbecsülése, önbizalma, és egy olyan elemmel lesz gazdagabb, ami azt mutatja, hogy még ezt is meg tudom oldani. Bár képtelenség stresszmentes életet elérni, a feladatunk, hogy legyen elegendő erőforrásunk arra, hogy megküzdjünk a nehézségeinkkel, és a gondolatainkat újra tudjuk tervezni. Nagyon sok olyan rendkívül sikeres ember van, aki valószínűleg sokkal több stresszt élt át, és sokkal több, akár azt is lehet mondani, hogy sorscsapás volt az életében, mint egy átlagos embernek nekünk. Ami miatt ők ki tudtak emelkedni, az az, hogy amikor mondjuk elvesztette a munkáját, akkor kitalált egy új terméket, és azt kezdte el árulni, és a nehézségek árán is mondjuk sikeres lett ezáltal. Ezzel szemben vannak emberek, akik, hogyha nehézség éri őket, akkor egyszerűen magukba fordulnak, elkeserednek és elvesztik az összes motivációjukat. Ez biztos, hogy ezen érdemes változtatni. Minden, ami kihívásként ér bennünket, addig tud pozitívan hatni ránk, amíg megfelelő erőforrásaink vannak a reakciókra. Egy negatív életesemény is tud pozitívan hatni ránk, ha meg tudunk küzdeni vele.